Az utolsó nyári napsugarak még sokakat késztetnek kirándulásra, erdőbe, vízpartra. Az alapvetően jó szándékú emberek sokszor nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etetése felesleges. Az életmódjuk ugyanis különösen a hideg évszakra vonatkozó túlélési szabályaik alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. Se télen, se nyáron ne etessük a vízi madarakat. Ez a madarak szempontjából legalább olyan káros, mint közegészségügyileg. Tehát a madarak azok egyoldalú táplálkozásúak így, tehát nem fogják megfogni azt az állati fehérjét, meg egyebeket, ami kellene a növekedésükhöz. Például a hattyúknál angyalszárny is alakulhat ki, röpképtelenek lesznek a fiókák, mert hiánybetegségei támadnak. A másik dolog az, hogy a madár megszokja azt, hogy állandóan etetik, és nem fog elvonulni akkor, amikor már befagynak a vizek, tehát télire is itt marad. Azon a kis területen összeszűkülve nagy madármennyiség marad meg, ahol etetik őket, így az ürülékükkel fertőzik a vizet, a bedobált ennivaló az elkezd rothadni. Nyáron akár még ilyen eliszaposodást és botulizmus is okozhat, tehát egy ilyen madárbetegség is felléphet. Télen meg egyszerűen, hogy utána a kisgyerekek is utána belepiszkálnak a vízbe, ez nem biztos, hogy egészséges ez mindenki. Olyan is volt már, hogy egy fagyosabb reggelre belefagytak ezek a vízimadarak a vízbe, mert nem mentek el időbe, kioltódott a vonulási ösztönük, és utána aztán úgy kellett, amelyik még élt, úgy kellett kivagdosni a jégből. Még kukoricadarát sem érdemes adni nekik, hagyjuk, hogy a természet törvényei szerint éljenek. Vannak, akik vízihínárokat, növényeket vagy rovarokat, esetleg apróbb halakat fogyasztanak. Nagyon sok minden rendelkezésükre áll, és a kevesebb a táplálék, legfeljebb nem fognak annyira felszaporodni. Tehát nem esünk kétségbe, hogy a kicsit kevesebb lesz a hattyú, vagy a tőkés része, vagy a szárcsa. Ezekből van bőven, ugye a tőkés része még ráadásul apró vad, tehát még vadászható faj is nem védett. Persze ne csúzlival lövöldözzük őket, meg nem azt mondom, hogy el kell riasztani, de tényleg nem védett madarak. Ők ezt nagyon szépen látják, hogy mennyi a táplálék, és ehhez képes fognak majd szaporodni. És amikor pedig ideje van, akkor pedig vonuljanak el, mert ez a dolguk. Mint azt az ornitológus mondta, ha a madárbarát lakosság segíteni szeretné a szárnyasok boldogulását, akkor az énekes madarak itatására helyezzék a hangsúlyt. Erre egy egyszerű cserépalátét is megfelelő. Hát a természetes vizeink ugyanolyan algásak esetleg, vagy kicsit porosak. A lényeg az, hogy akkor töltök utána, amikor folyt belőle a víz, vagy ha befagyott, akkor langyos vízzel pótolom.